Ebben az új laboratóriumban tanulhatnak ezentúl biológiát, földrajzot, fizikát és kémiát az ibrányi diákok. A 36 férőhelyes helyiségben egy zajgátló fal segítségével párhuzamosan két csoport órája is megtartható. Az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a tananyagot ne csak elméletben, a gyakorlatban is elsajátítsák a tanulók. A projekt meglehetősen komplex. Több mint 330 millió forintból valósult meg, ebből maga a laboratórium közel 80 millió forint. 2014. október 10-én nyitottuk meg ezt a projektet, és szinte napra pontosan egy év alatt valósult meg egyrészt az építkezés, másrészt a a különböző eszközök, anyagok, vegyszerek beszerzése, harmadrészt pedig a tanulói munkafüzetek, szaktárgyi, szaktanári segédletek elkészítése, negyedrészt pedig, és ennek nagyon örülök, a járás általános iskoláinak hetedikes, nyolcadikos diákjai rendszeresen járnak hozzánk természetismereti órákra, illetve kémia, biológia, földrajz és fizika órákra. A projekt záró a Nyíregyházi Állatpark igazgatója ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, a természettudományos ismeretek elsajátításánál fontos a szemléltetés, erre törekedtek az állatpark kialakításánál is. Az élő bemutatás mindenképpen a javára szolgálhat a jövő nemzedékének. Ezért a Nyíregyházi Állatparkot úgy építettük fel, hogy ne csak a szórakozást, a faj megmentést célozza, vagy a zoológiai szakmai munkát, hanem bizony oktasson neveljen. Akár csak azáltal, hogy bejönnek az emberek és végigjárják a parkot, mert bizony nagyon részletes tájékoztató táblákat helyeztünk el minden állat kifutójánál több nyelven, több nyelven zajlik az oktatás. Ha csak azt elolvassa valaki, már nagyon sokat tanul. Az Ibrányi Laboratóriumban a diákokat jól felkészült szaktanárok oktatják, jelenleg 200 diák jár az iskolába. Szabolcszat már Bereg megyében mindössze három ehhez hasonló felszereltségű laboratórium áll a tanulók rendelkezésére.